Ebben a szekszárdi utcában lakik a család, akiktől a több millió forintnyi értéket ellopták néhány napja. Nem tudni pontosan, mikor mentek be a betörők az ingatlanba, a család éppen nyaralt ugyanis. Amikor hazaértek, akkor vették észre, hogy óriási károkat okoztak nekik a tolvajok. Közel 5 millió forint értékben különböző értéktárgyakat loptak el. Ezek között készpénzt, aztán számlatömböt, különböző bélyegzőket, valamint számos aranyékszert is. Mutatjuk képeken is, milyen ékszereket vittek el a családházából. Az egyik képen egy hatalmas aranypecsétgyűrű látható, de vastag karkötőt és nyakláncot is találtak a házban. A rendőrség most azt kéri, hogy aki bármit tud a bűncselekményről, jelentkezzen. Személyesen jelentkeznek a szekszárdi rendőrkapitányságon, vagy a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon, hívják a 112-es vagy a 107-es segélyhívószámot, vagy amennyiben személyazonosságukat nem kívánják megadni, akkor hívják az ingyenesen hívható telefontanú hívószámát. Úgy tudjuk egyébként, hogy a megkárosított család tagjai azt tervezik, hogy nyomra vezetői díjat is felajánlanak annak, aki bármit tud az ellopott értékeikről.